Kedves szülők, kedves meghívottak, vendégek, hölgyeim és uraim! A Vár Alapítvány lehetősége nevében tisztelettel köszöntök kedves mindnyájukat, amikor ne szeretnénk köszönni, hogy az álmot, amelyet megálmodtunk néhányan, azt valóra is tudtuk váltani, az önök segítségével, a gyermekek segítségével. Azt látjuk, hogy a jövendő jön, még azt nem tudtuk észrevenni, hogy az idő múlik vele. Itt elnéztem az idősebb asszonyokat, mamákat, akik könnyes szemmel nézték, ahogyan táncoltak az unokra. Valószínű, hogy arra gondoltak, hogy ők is valamikor hogyan táncoltak. Én tisztelettel megköszönöm a polgármester úrnak, hogy a lehetőséget megadta, és azon volt teljes energiájával, hogy ez a tánctábor sikerül. Jó, az így is. Hogyha megnézték a gyermekeinket, akkor legfőképpen a fiatal szülőknek szeretném ezt a üzenetet átadni. Nézzék meg, hogy a ruhából mindjárt ki fognak nőni. Kell gondoskodni, hogy jöldöljön majd be egy másik nemzedék. Azért, hogy az ötödik tánctábornak legyen folytatása, legyen tízedik, húszadik, századik. Remélem, hogy a Jóisten segítségével a következő esztendőben jubilálni tudunk a nagy tánctáborral, akkor már a tizedik írás lesz, és a kisebbeknek pedig a hatodik írás. Mielőtt a tánctábort tulajdonképpen bezárnám, tisztelettel kérem, hogy fogadják el az általam adott, de Istentől kapott áldást. A gondviselő Istennek áldás, jóság és békessége tegye áldotta a mi életünket és szeretteink életét. A gyermekeinknek békével lehessünk jó emberek, mert akik jónak mondatnak, azok Istennek fiai. Amen. Ezennel a ötödik gyermektánctábor bezártnak nyilvánítom. Mindenkinek jó utat kívánok, és további jó sorakozást. Köszönöm, meghallgatom.